Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben, amikor a nép nem találta Jézust, sem a tanítványait, bárkába szálltak, és elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék Jézust. Amikor a tó túlsó partján megtalálták, megkérdezték tőle, Mester, mikor jöttél ide? Bizony, bizony, mondom nektek, felelte Jézus, nem azért kerestek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert tettetek a kenyérből és jól laktatok. Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az emberfia adja nektek. Őt ugyanis az Atya igazolta. Erre megkérdezték tőle, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk. Istennek azt tetszik, válaszolta Jézus, ha hisztek abban, akit küldött. De ők így folytatták, hát te milyen csodajel teszel, hogy lássuk és higgyünk neked, mit tudsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában, amint az írás mondja, égi kenyeret adott neki enni. Jézus erre így szólt, bizony, bizony, mondom nektek, nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek az igazi égi kenyeret. Mert az az Isten kenyere, aki alászállt az égből, és aki életet ad a világnak. Erre így szóltak hozzá, Úrunk, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Én vagyok az élet kenyere, felelte Jézus. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki bennem hisz, soha nem szomjazik. Ezek az evangélium igéi. Ez egy nagyon erős ígéret, amit Jézus ma mond, amit az evangélium végén hallunk. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki bennem hisz, soha nem szomjazik. Milyen éhségről, vagy milyen szomjúságról van itten szó? Főleg a lelki éhségről. Mi éhesek vagyunk, és gyakran pont a szeretetre vagyunk éhesek. Egymás szeretetére vagyunk éhesek. Nem egyszer azért is haragudunk egymásra, mert nem szeretnek eleget engemet. Férjem, feleségem, gyerekem, kollégám, szomszédaim, vagy üresnek érzem magamat, hogy én nem tudok szeretni. És éhesek vagyunk. Éhesek vagyunk a szeretetre. És Jézus mondja, hogy aki hozzám jön, nem fog éhezni. Mit jelent ez? Hogyha Jézus azt mondja, hozzám jössz, és befogadod az én szeretetemet, nem fogsz éhezni és szomjazni. Eltelsz. Eltelsz. És most egy ilyen nagyon érdekes, fontos kérdést szeretnék feltenni nektek, magamnak, hogy amikor Jézushoz jöztök, mondjuk a Szentmise is, ez egy Jézushoz jövetel, megtapasztaljátok-e azt, hogy jól laktatok? Hogy eljöttetek a Szentmisére,
és jól laktatok. Biztos, hogy tudjátok azt a testi érzést, hogy jaj, de jól laktam. Vagy még rosszabb is lehet, fú, de sokat ettem, kevesebbet kellett enni. De még másképp is mondjuk. Mondjuk-e így a Szent Mise után? Jaj, de jól laktam. Jaj, de jó volt, Jézus éltetett. Nem szomjazok most. Nem megyek ki olyan a mise után olyan. Jó, nem szeret senki, egyedül vagyok. Ilyen érzéssel, mert eljöttem Jézushoz, és jól laktam. Amikor az ember jól lakik, érdekes szó, ugye? Jól lakik, lakni, élni, jó lakás, illetve jó életje van. Az embernek, aki jól lakott, annak olyan érzése kéne, hogy legyen, hogy jó az életem. Jó az én életem. Emlékeztek, amikor egy ember Jézushoz jött és mondja, jó ember, mit csináljak, hogy az örök életet elérjem? Jézus mondja, miért nevezel engemet jó embernek? Csak az Isten jó. Csak az Isten jó. Illetve csak akkor van jó az életemben igazából, hogyha Istenhez fordulok, és be tudom fogadni a jó Istent. És amikor be tudom fogadni a jó Istent, jó az életem is. Rendeződik, rendezkedik az embernek az életje. Azért mondja Jézus, én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, többet nem éhezik, mert jól lakik, jól él, aki hozzám jön, és nem szomjazik. Hogyan adja nekünk Jézus saját magát? Jézus nagyon sokféle módon adja saját magát. Nagyon sokféle módon. De csak egy-két módra szeretnék most így rávilágítani. Az első, amit Jézus mond magáról, én vagyok az igazság. Én vagyok az igazság. Illetve, amikor Jézust hallgassuk, ugye a mai ige is, a mai evangélium, a mostani prédikáció is, Jézus mondja, én vagyok az igazság, illetve Jézus rávilágít az életünkre, és mondja, éhes vagy? Szegénynek érzed magadat? És én hol vagyok az életedben? Hát én vagyok az élet kenyere. Hogyha szegénynek és éhesnek érzed magadat, akkor hol vagy a te kapcsolatod velem? Az igazság rávilágít Jézus az életre, hogy én vagyok az életed. Érted? Nem is az egészség, nem is a gyereked, nem is a munka, nem is a pénz, nem is a férjed, nem is a feleséged. Ez minden fontos, de nem ők az életed. Jézus mondja, én vagyok az életed. Érted? Én vagyok az életed. Igen, igen, hogy? És ez hogy? Na, gondolkozzál, hogy? Hogy én vagyok az életed. Én vagyok az első. És akkor Jézus rávilágít, mint az igazság az életünkre. Ki vagyok? Szeretett Isten gyermeke. Mire vagyok itt a földön? Hogy éljek? Mit tegyek? Amikor Jézussal tartjuk a kapcsolatot, és hallgassuk Jézus tanítását, Jézus válaszokat ad az életemre. Hogy éljek most? Ebben az állapotban.
ebben az állapotban, amikben most vagyok, ilyen helyzetben, amelyiken vagyok, Jézus, életem, világítsd az utamat, hogy hogy éljek most, lehet ezekbe a nehézségekbe, ebbe a betegségbe, lehet, hogy ebbe az örömbe valami történt, valamivel megajándékoztak engem, valami lehetőségem van kiutazni, tanulni menni valahova. Jézus, te vagy az életem, mit tegyek? Világosítsd az utamat, mert te vagy az igazság. És amikor Jézus rávilágít az életemre, és befogadom őtet, akkor eltelek. Érzem az életnek a teljességét. Jézus rávilágít, de nem csak rávilágít, a második, amit Jézus mond, én vagyok az út, és vezetlek, nem hagylak ottan. Tudom minden helyzetedet és nehézségedet. Ott vagyok melletted, az angyalaim, Szűz Mária, Szent József, Szent Márton, az összesen ott vagyunk melletted, vezetünk tégedet. Jézusom, te vagy az életem, és megtapasztaljuk, hogy vezet minket, hogyha bízunk benne, az ő gondviselésébe, őt hallgatjuk, nem az ördögöt, amíg hazud, egyedül vagy, nincs senki. Ez hazugság. Nincs senkim. Itt vagytok ti, például. Sok mindenki ment, megmondhatja, hogy mégiscsak ki minden van nekünk. Amikor hát testvérek vagyunk, hogyha igazából Krisztusban vagyunk, egymásnak vagyunk ajándékozva, nagy család vagyunk, nem kisi család, hogyha azt halljuk az ördögtől, hogy senkit sincs, egyedül vagy, ez nem igaz. Ez egy hazugság. Kit hallgatok akkor? Jézust vagy az ördögöt? Aki hazudik. Hogyha Jézust hallom, akkor az igazságot hallom. És eltelek jelenlétével. És tudom, hogy hogy éljek. Mert Jézus mint út vezet és rávilágít. Amikor vele kapcsolatban vagyunk, akkor ezt meg kell, hogy tapasztaljuk, hogy Jézus éltet. Nem lehet, hogyha Jézussal kapcsolatban vagyunk, hogy üresen megyünk ki a szentmiséből. Nem lehet, akkor valami nem dolgozik. Valamiért zártak vagyunk. Ez olyan, hogy ott van nekünk, oda van adva az étel, de összetartjuk a kezünket, becsukjuk a szájunkat, és nem eszünk. Valamiért nem eszünk. Vagy nem tudjunk, hogy kezdeni hozzá. Valami akkor nem dolgozik az életünkbe, nekünk, keresztényeknek. De hogyha tudjuk kinyitni a szívünket, mint a szájunkat Jézus jelenlétére, akkor meg kell, hogy tapasztaljuk, hogy megnyugodtunk, jól laktunk, megpihentünk, és békések vagyunk. Mert amikor az ember jól lakik, akkor jön egy ilyen békeérzés az életébe. Jól laktam. Jól laktam. Mert egyesültem, és bízok Jézusban. Kedves testvéreim, a mai nap arra kérlek titeket, azt ajánlom nektek, hogy gyakran mondjátok ki ezeket a szavakat. Jézus az életem. Gyakran mondjátok ki ezeket az egyszerű szavakat. Jézus az életem. Most is kérlek titeket, hogy mondjátok ki ezeket a szavakat. Szívben, lehet suttogva, mondjátok ki, hogy ez megjelenjen. Mert hogyha így csináltok, ez mint a kisgyerek,
Amikor akarják őt etetni, ugye, hogy csinálnak a kisgyerek? Hát ne csináljuk ezt. Mondjuk ki, Jézus az életem. Jézus az életem. Még egyszer. Jézus az életem. Érzitek a változást? Láttam a mosolyt, az erőt, amelyik megjelent sok mindenkinek az arcán. Eddig így ült, egyszer csak megjelent a mosoly. Mert Jézus az életem. Higgyük ezt, és tapasztaljuk meg, és éljük meg. Amen.